Idejövet egy alliterációs betűszó kísért. TT. Tetsz. Tánc. Ebben a házban, Tetszmester intézetében tanultak az őshonos ceglédiek. Tanulták a mozgás és viselkedés kultúrát. Az élemedett korú benszülöttek szuperlatívuszokkal emlegetik a réges-régi tanodát és a maestrót, aki nem csak nekik, szüleiknek is oktatója volt leányságuk, legénységük éveiben. Én, a bevándorolt, nem ismerhettem őt, de azt már láttam, hogy a leánya, a sokak hédikéje mekkora energiával próbálta továbbadni az édesapjától örökölt tánctudományt. Megváltozott körülmények között, amott a közművelődésnek és táliának szentelt épület emeleti termében, amikor hajdani tanítványaimat dirigálta a késő délutáni órákban. Ma is hallom a hangját, az emlékezet hullámhosszán. Egy sasszé, balanszé, jobbra fordul, balra hajlik, fejet biccent. Hallom a zongora billentyűinek koppanásait, a csárdást, a bécsi és az angol keringőt, a tangót vagy a foxtrottot kísérő dallamokat. Átlépve a néhai jeles bálterem küszöbét, ezúttal nem Terpszikoré, a kecses mozdulatok antik istennője fogad. Minerva alias Pallas Athéné műhelyének növendékei állnak itt, mentoraikkal. Egy tárlatot hoztak, színárnyalatokat, színeket, formákat, impressziókat, a lélek apró rezdüléseit. Akinek talentum adatott, és azzal a szándékkal veszi kézbe az ecsetet, vagy a grafitot, hogy majd nagyjá, ország világhíressé lesz, Tanmor, Munkácsi, Színyei Merse, Picasso, célja nem elérhetetlen. De a lényeg más. Az, amiért József Attila így fohászkodik. Ó, Uram, ajándékozz meg, csekélyke magammal. Amikor a rajzlap fölé hajolsz, meditálsz, nyomokat hagysz a fehér papíron, önmagad ajándékozod, meg másokat is. Gyönyörködsz és gyönyörködtetsz. Ha töviseket adsz, folytatódik a költő esdeklő imperatívusza. A rózsát elnevedd. Töviseket kapsz, de ha érzed a rózsa illatát, az alkotás ízét, örömét, a karcolás nem fáj, a szúrcsepp pedig gyorsabban behegged. A klasszikus latin mondás szerint mutum es pictura poema. A festmény néma költemény. Igen, hang nélkül szól hozzád, hozzám, mindannyiunkhoz. Legyetek továbbra is ennek a hang nélküli költészetnek álhatatos művelői, ifjúi lelkesedéssel. És akkor is, majd, ahogyan a tiszai csend magányos énekese fogalmaz, a nagy tenyészet, az örökerők szent szövedéke, redőket, barázdákat rajzol síma arcotokra. A tetsz elődök ezekben a percekben most valahonnan az Elíziumi mezőkről tekintenek ide. Az artisztikum mini panteonjára.
és boldogok. Mert az utódok nem csak hűséggel vigyázzák az örökséget, gazdagították is. Iskolájukkal megteremtették a művészetek randevúját. Nemes missziójuk ebben a torzult világban kemény harc is. Ha nagyon elfáradnak, és netán a küzdelem feladására gondolnak, jusson eszükbe a már citált lírikus mementója. Ne feledd, a működésben van a nyugalom.